Köszöntöm nézőinket, önök az ismerőst látják, de egy szokatlan ismerőst ezt előre kellene bocsájtanom, mindenképpen én azt hiszem, hiszen nem gyakori, hogy két vendéggel beszélgetek egyszerre, de ma ez megtörtént, meg fog történni legalábbis, remélem. Nagy Piroskát és Fiat Szilviát köszöntöm szeretettel. Hát Csajok, én nagyon izgatott vagyok, meg kell, hogy mondja, múlt héten jött az e-mail ide hozzánk, és hát értesültünk arról a hírről, ami én azt hiszem, hogy nagyon örömteli nekünk, és nagyon-nagyon ki Járt nektek, mi ez pontosan, mi történt, és ha jól tudom, akkor csütörtökön át is vehettétek az elismerést. Péntek délelőtt sikerült átvennünk a Magyar Állatorvosi Kamarának a, a díját. Ez azért nagyon fontos, mert egy szakmai elismerés számunkra a 2004-es év állatvédelmi díja. Mindezt azért kaptuk, mert a tavalyi évben elindítottuk az aláírásgyűjtést a törvénymódosítás érdekében, amely meg is történt, és számomra érdekes, amit még leírtak az oklevélbe, azért, mert megmozgattuk az egész ország lelkiismeretét. Ez egy érdekes mondat. Szerintem ez egy nagyon szép mondat, és így van, és közben szerintem ki is bányázhatjuk ebből a nagyon szép kis tartóból, és meg is mutathatjuk ezt a nézőknek. És hát én tényleg csak szívből gratulálni tudok hozzá, úgy, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, és tényleg ez a mondat, hogy az egész ország lelkiismeretét megmozgattátok, hát ez így volt. De nektek ez, ez, mit jelentett? Hogyan éltétek ti ezt meg? Hát ez, gondolom mindenki tudja már, hogy a Dombori állatkínzás követően indult el az aláírásgyűjtési kampány. Sokan mondták azt, hogy nem fog összejönni az aláírás, de mi tudtuk a Szilviával, hogy ilyen nem lehetséges, mert azért, amiben belekezdtünk, azt mindig végig tudtuk csinálni. Az volt a szerencsénk, hogy rengeteg támogatónk volt, civil szervezetektől elkezdve az egyszerű emberig, az egyszerű boltosig, tehát tudunk olyan boltot mondani, ahol bement valaki Párizsit venni, és ott volt az aláírás gyűjtőívünk. Nagyon sok művész, zenész mellénk állt, ők szintén segítettek, tehát nagyobb neveket tudnánk mondani, a Vince Lilától elkezdve, az Alatna is a Roltáig, a Delhusa tehát olyan emberek is mellénk álltak, akikre igazából nem is számítottunk. Mi rengeteg munkával járt, a postás a végén már nem hozta ki a az aláírásgyűjtő éveket, amit küldtek az ország minden területére, hanem ilyen zsákos módszerrel berakták egy zsákba a postánkat, és a Szilvia ment a postára. Tehát nekünk ez nagyon nagy élmény volt, hogy szinte a legkisebb faluból is kaptuk az aláírásgyűjtő éveket. Nagyon az, jó érzés volt. Az milyen érzés volt, amikor, hát nem tudom, talán a televízión keresztül néztétek a parlamenti közvetítést, és hát ott ugye eldölt, amiért mindez elindult. Nagyon jó érzés volt. Persze a televízió nem tudtuk nézni a közvetítést, mert dolgoztunk, de az interneten azért nyomon követtük a szavazást és a különböző stádiumokat, amikor tárgyalták a törvénymódosítást. Hát én azt gondolom, hogy egy nagy boldogság. Valami, valami olyas mérzés, amikor beteljesedik valami. Ez Tehát, amiért dolog. az ember rengeteget dolgozik és beteljesedik, egy nagyon-nagyon komoly érzés és nagyon nagyon jó leső dolog. Az volt igazán hihetetlen, hogy, hogy miattunk, tehát a mi kezdeményezésünkre módosítottak egy büntető törvénykönyvet. Tehát ez, ez olyan hihetetlen, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, ötven év múlva is lehet, hogy mi már nem leszünk, de talán még fognak arra emlékezni, hogy szexádról, tehát innét tolna megyéből indult el ez a BTK módosítás. Hát én azért remélem, hogy addigra már kevesebb kóborkutya lesz az utcán, meg kevesebb állatmenhelyre lesz szükség. Hát ez, ez, ez majd a jövő, majd meglátjuk. Most egy kicsit beszélünk rólatok. Ugye látunk benneteket így együtt, nap, mint nap, mentek, teszitek a dolgotokat, ugye próbáljátok az állatok sorsát egyengetni itt megye szinten, és sőt, már országos szinten is. De kik vagytok ti valójában? Például ti mióta vagytok jóba és egyáltalán hogyan ismerkedtetek meg? Hát. 97 óta ismerjük egymást, és. Ö... Akkor a lányok feladtak egy hirdetést, hogy létrehoznának egy, egy állatvédő szervezetet, ahova várnak érdeklődőket, és akkor így találkoztunk. És 97-ben már, már még a régi gyepmesteri telep helyén, már elindítottuk a, a kóborkutyáknak a, a megmentését. És hogyha visszamegyek a gyerekkorba, akkor azt lehet mondani, hogy ti tipikusan, vagy a fiatalabb mindig azok a gyerekek, azok a tinédzserek voltatok, akik igenis kiálltak az állatok mellett. Az a tipikus, amikor mindent hazaviszek, amit találok az utcán, és anyuka már a fejét fogja, hogy úristen kislányom, mi lesz ebből. Tehát lehet azt mondani, hogy ti tényleg az állat szeretetet azt már egészen picikortól, vagy egyszerűen, amikor úgymond az embernek megjön az esze, akkor körülnézünk ez a világba, és felismeri azt, hogy hát van egy ilyen probléma, amin jó lenne változtatni. Hát nálam meg volt ez, hogy igazából mindent hazahortam, és minden, nekem ezek az állatkínzós dolgok kimaradtak az életemből. Én olyan helyen nőttem föl, ahol rengeteg állat vett körül, és hogy mindig próbáltam segíteni, tehát teljesen mindegy, hogy ez egy egyszerű kis díszmadár, vagy nem tudom, vadmadár, vagy bármit, amit találtam, mindig próbáltam segíteni rajta, és én rengeteg állatot hazavittem. A szüleim először talán úgy gondolták, hogy ez nálam ilyen múló hóbort, tengeri maztól elkezdve a teknős minden volt, a beteg sűntől, a beteg madárig, tehát mindent hazavittem. A szüleim nem korlátoztak benne, mindig azt mondták, hogy ha hazahozod, akkor neked kell gondozni. Ha elmész táborba, mi ellátjuk, de, de neked kell gondozni és egy idő után úgy elfogadták. Majd, amikor mi a Szilvivel találkoztunk, tehát én, én azt szoktam mondani, hogy mi olyanok vagyunk ketten már, mint a testvérek. Tehát én többet vagyok vele, mint a saját testvéremmel, tehát köztünk kialakult egy olyan erős kapcsolat, amit nem hiszem, hogy bárki szét tudna szedni. Tehát az, hogy közösek a céljaink, közös, amit csinálunk, tehát köztünk megerősítette. Tehát nem, nem is azt mondom, hogy barátság, tehát a miénk szerintem annál több. Mi már tudjuk, hogy ő, ő, mit gondol, ő tudja, hogy én mit gondolok, és mi tökéletesen tudunk ezáltal együtt dolgozni. Neki is meg vannak a feladatai, nekem is meg vannak a feladatém, és amikor a kettőt összetesszük, ebből lesz egy egész. És ebből, ebből lesznek a jó dolgok. Neki is vannak ötletei, nekem is. Tehát hihetetlen, Tehát mondom, olyanok, mint a testvérek. Szilvi? Hát nekem szintén nagyon korán kezdődött ez az egész kutyamánia, amit sokan így hívnak a hátunk mögött. Egyéves voltam, amikor, amikor letettek a, a foci és a kutya tanított megmenni. Tehát nálam itt kezdődött a kutya szeretet. Nálam elsősorban Ezt a, hogy, a kutya hogy, értjük, hogy A kutya tanított megmenni. Volt egy kis testű kutyánk, és a kutyába kapaszkodva aha, tettem aha. meg az első lépéseket. Nyilván ez egy folyamat volt, egy-két hónapon keresztül, és végül is ő tanított megmenni. Tehát nem kellett másnak fogni a kezemet hanem a, a kutyát vezetet. fogtam, és akkor együtt közlekedtünk még nagyon. Ezt mesélték nyilván, erre nem nagyon emlékszem. Én elsősorban a, a kutyákat szeretem, és velük foglalkozom. Minden állatot és minden élőlényt nagyon tisztelek, és nagyon sajnálok. Nem igazán értek például a madarakhoz és más állatokhoz, de nagyon szívesen segítek rajtuk. És... Hát mi is, annak idején mindig hazaortunk, mindenféle kóborkutyákat meg igyekeztünk megmenteni őket. És ahogy az idő múlik, az ember mindig többet akar. És létrejött a menhely, és egy csomó kutyát meg tudunk menteni, de még mindig ott tartunk, hogy nem tudunk eleget. Tehát, azt tudomásul kell vennünk, hogy a világ összes kutyáját nem tudjuk megmenteni. Tehát vannak idők, amikor csak Szexhárd városban tudjuk a kóbor megmenteni, illetve nekik helyet biztosítani. Nagy ritkán van rá lehetőségünk, hogy vidékről is befogadjunk kutyákat, hiszen, hiszen egy bizonyos létszám között kell dolgoznunk. Tehát mi szeretnénk mindig többet csinálni, de a lehetőségeink nincsenek meg rá. Ugye egy idő után, amikor az ember hazaviszi az állatokat, és hát látszik azt, hogy érdeklődik ezen dolog iránt, akkor nem tudom, gondolhatják a szülők, vagy a környezetben lévők, hogy lehet, hogy állatorvos lesz a gyerekből. Aztán mondjuk akkor kiderül, hogy ez nem. Na talán akkor nyit egy állatkereskedést. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy ez sem. És amikor ezt a fajta küldetést ti felvállaltátok, akkor és már utaltatok rá hogy a kutyamánia én biztos vagyok benne és hát ma ez így természetes mondhatnánk hogy sok negatív kritikát is kaptatok meg lehet hogy a hátatok mögött azt mondták hogy na a két dilis csaj, elnézést, mit akarnak ezek, stb. stb. Ezt hogy lehet megélni? Vagy éppen otthon a magánéletben a páratoknak azt mondani, hogy hát drágám, ma nem jövök haza a nyolc óránál erő, mert ott van a 200 kutya, és ennem kell neki adni. Hát én azt szoktam mondani, hogy a kritikák visznek minket előre igazán, tehát minket nem zavar, hogy kritizálnak az emberek, mindig azt szoktam mondani, hogy tegyen le előbb valaki valamit az asztalra, aztán lesz joga kritizálni. Tehát én szívesen látok bárkit a menhelyen, jöhet, segíthet, és amikor dolgozott, akkor utána elfogadom tőle a kritikát. Addig igazából nem, illetve ezek visznek minket előre. Hát magánéletünkről annyit, hogy azt gondolom, hogy a párunknak, társunknak el kell fogadni azt, amit mi csinálunk. Talán egy kicsit így mi is jobban el tudjuk fogadni azt, amit ő csinál. Én hiszek abban, hogy a kettőt össze lehet hozni. Időnként biztos, hogy nehezen, mert sokszor van, hogy nem érünk haza időbe, és hát később későbben vacsora, vagy később tudunk hazamenni. A másik, én, én hogy azt mondják, hogy kutyás, Nagyon sokan nem tudják a rendes nevemet, úgy szoktak hívni, hogy a kutyás piri, tehát rengetegen így ismernek a városban de ez engem igazából nem zavar. Tehát én ezt bevállaltam, én ezt csinálom, és én úgy gondolom, hogy rengeteg embernek okoztunk örömet, amit az egyik ember kidobott, az a másiknak nagyon nagy örömet tud okozni. Tehát rengeteg állatnak szereztünk gazdát, és engem ez örömmel tölt el, hogy én tudtam segíteni, és ami egyik helyen felesleg, az a másik helyen érték. Tehát ez nagyon fontos. Ami nekem nagyon szimpatikus volt, Szilvi, egyszer, hát ugye amikor ment ez a, az egész mozgalom, akkor ö, ö, több országos médium is felfigyelt erre a dologra, szerepeltetek országos médiumokba is. És egyszer felmerült az a kérdés, hogy na de hát miért pont a, a, a kidobott állatok, hogy annyi ö, rossz dolog van a világban, emberekkel, rengeteg betegség, hogy miért nem lehet egy ilyen ügy mellé állni, és akkor ö, nem fogok pontosan idézni. de te valami olyan olyasmit mondtál, hogy az lenne a jó, vagyis hát ez volt az egésznek a konklúziója, hogy ha más, ahogy ti a kutyák megmentésében, vagy az állatok megmentésében megtaláltátok a küldetést, és ezt véghez vinni, de azt hiszem, azt mondta hogy jó lenne, ha más, meg például felvállalná az árvagyerekek, a, a rákos betegek, stb. 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 sorsát ilyen szinten, és akkor valószínű, hogy azon a területen is ilyen nagy előrelépés lenne. Így van, pontosan ez a lényege a dolognak én azt gondolom, hogy rengeteg támadás ér minket emiatt, hogy, hogy akkor miért a kutyák és miért az állatokkal foglalkozunk az emberek helyett. Pontosan így van. Tehát rengeteg szervezet van, aki az emberekkel foglalkozik, gyerekekkel, betegekkel, idősekkel, hajléktalanokkal sorolhatnám így tovább. Nagyon kevés állatvédő szervezet van. Tehát van mondjuk 60-70 állatvédő szervezet, és van több tízezer ember, emberekkel foglalkozó szervezet. Valóban az lenne a jó, hogyha a, az embereket, gyerekeket, időseket védő szervezetek aktivistái is ilyen nagy hangúak lennének, mint mi, és ilyen keményen próbálnának harcolni az igazukért, akkor lehet, hogy előrébb jutna az ország. Nyilván egy szervezet, vagy egy embercsoport, ahogy a miénk is, egy témával tud csak foglalkozni. Nekünk ez nagyon fontos, erre föltettük az életünket. Kérdezted, hogy a magánélet, hát nekem nem nagyon van magánéletem, de én ezt nem bánom, mert én így látom beteljesedni az életemet. Tehát nekem ez fontos, és számomra nem probléma az, hogyha este 9 órakor még kutyát kell befogni, vagy összeszedni, mert elütött egy autó, és és egyéb. Tehát valóban így van, ahogy mondtad, hogy, hogy igenis mindenki merítsen erőt, és dolgozzon azért, amiben hisz. Akkor előrébb jutunk. És ez nem csak az állatokra vonatkozik, bármire. Kinek milyen van otthon most, milyen állattal foglalkoztok otthon? Hát, kutyák, azok természetesen vannak. Nekem van egy lovam, egy póni, aztán van egy mosómedve, ami most a menhelyen van, amit úgy neveltünk, cumival. Aztán van egy foltos patkányom, amit megsajnáltam a vásárba, törött lábú, törött farkú, szerencsétlen kis állat volt, és úgy gondoltam, hogy én ezt megvásárolom. Ő van most velem, más talán nincs. Illetve vittem a betegeimnek a kórházba egy pár zebra pintjet, akik ott voltak a menhelyen régen. Én a kórházban dolgozom, a rehabilitációs osztályon, és ott a betegeknek elvittem. Hát ők nagyon örülnek neki, nagyon szívesen gondozzák. Tehát most olyan túl sok állatom nincs, ennél több szokott lenni, de mivel rengeteg munkánk van, így így, így tehát kevesebb időm jut, és ezáltal egy kicsit az állományt lecsökkentettem. Ennek örül egyébként a családom, meg mindenki, úgyhogy ennyi van. De jó, hogy mondtad, egyébként tényleg ezt nem is gondoltam volna, hogy egyébként ugye hát mindenkinek megvan a normális foglalkozása a kórházba. Szilviről tudjuk, hogy a, a, igen, a a az idegen a turisztik, turinformálni. Igen, köszönöm. Na igen, tehát a rendes foglalkozás mellett ugye van a 200 kutya, meg egyéb más a menhelyen. Otthon mi van nálad, Szilvi? Gondolom kutya, ez Otthon biztos. Otthon igen, három kutyám van, nekem mindig is kutyáim voltak, és... Hát engem az a szomorú megtiszteltetésért, hogy mivel én lakom családi házban, általában én szoktam hazavinni a menhelyről a beteg és öreg kutyákat, akik a menhelyen már nem igazán tudnak boldogulni, és mindig újabbakat viszek haza, és sajnos az a baj, hogy, hogy évente, két évente sajnos temetkeznem kell, mert mindig az idős kutyák kerülnek oda. Nagyon szomorú számomra ez a része a dolognak, Ugyanakkor azért az örömmel tölt el, hogy az utolsó egy évét, vagy másfél évét, vagy néhány hónapját a kutyának kellemessé tudom tenni. Én a harapós, elétens kutyákat szoktam hazavinni, úgyhogy mi elosztottuk <laughs> ezt is. Igen, azok, ami kicsit harapnak, illetve nem jönnek ki a dolgozóval, vagy esetleg nem jönnek ki a többi kutyával, azok közül szoktam egyet-egyet hazavinni. Úgyhogy végül is ezt is úgy elosztottuk egymás között, meg a menhelyes kutyákat, és a Szilvi az ilyen nagy ha harapós bundásakat, én a kicsi harapósakat kedvelem, úgyhogy még ezt is elosztottuk egymás között. Úgyhogy végül is azt szoktuk mondani, hogy neked is van száz kutyád, meg nekem is. is. van. Tehát, hogy igazából akkor Ugyan, ez így. Felezt. a Szilvjé. Valójában ezek a város kutyái egyébként, tehát ezt azért hangsúlyozni szoktuk, hogy hogy mi megőrizzük őket, meg Megetjük. gondozzuk, etetjük uh -huh. őket, de ezek valójában az utcáról jönnek ezek a kutyák, és nem a mi tenyészetünk. Most talán rosszkor kérdezem, mert ez most egy olyan szép pillanat tényleg, meg ez az elismerés, én azt hiszem, hogy ez mindenképpen inspirál a, a jövőre nézve, de, 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 nem tudom elhinni, hogy nincs olyan a szürke hétköznapokban, amikor, amikor, amikor néha azt mondjátok, hogy, hogy, hogy a fenébe ezzel az egésszel, amikor akadály, akadály hátán nem úgy mennek a dolgok, nem érzitek soha, hogy, 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 hogy elég volt? Vagy egyáltalán meddig lehet ezt csinálni? Hát Biztos nem lehet a végtelenségig csinálni. Én gondolom, hogy nem tudom én, 60 évesen már biztos, hogy, hogy, sokkal öregebb, meg gyengébb, meg leszek, beteges, ki tudja milyen leszek, vagy tíz év múlva. Nyilván keresünk utódokat, egyelőre még nem, nem nagyon sok jelentkező van, de, de szeretnénk azt, hogyha ha lenne mögöttünk egy fiatalabb utánpótlás, aki, aki ha kell, akkor tíz év múlva, ha kell, akkor húsz év múlva át fogja venni a szervezési feladatokat és mindent, mert ezt a végtelenségig nem lehet csinálni. És visszatérve az első kérdésre, néha igen, mondjuk azt, hogy nem kellett volna elkezdeni. Nem azt szoktuk mondani, hogy, hogy be kéne fejezni, hanem ha nem kezdjük el, akkor mi lett volna? Akkor. És valóban, hát aki nem ebben van, annak egész más élete van, mint nekünk. Meg minél több negatív dolog ér bennünket, mert ér, ben, ér bennünket. Én azt hiszem, hogy ezáltal egyre erősebbek leszünk. Tehát először úgy nagyon elkeseredtünk mindenen, és akkor gondolkodtunk, és rájöttünk, hogy az is előre visz minket, ha, ha valami nehéz. Tehát meg kell küzdeni, tehát nap, mint nap nekünk meg kell küzdeni a létér, Az állatokat etetni kell, gondozni kell. Akkor ugyebár mindig vannak olyan rossz dolgok, amik, amik tehát nem tudunk változtatni, azokat megpróbáljuk elfogadni, és ezáltal szerintem napról napra erősebbek leszünk. Szerintem sok minden mutatja azt, hogy azért elteltek itt évek, és azért valami olyat tudtunk létrehozni, amit ami, ami nem biztos, hogy más meg tudott volna csinálni ilyen szinten. Én még ezzel kapcsolatban azért azt szeretném elmondani, hogy érdekes módon ö, országos díjat már rengeteget kaptunk. Szexárd városában tehát még nem nagyon sokan fáj. köszönték meg nekünk, hogy... Hát szép Igen. az, amit csináltok, hogy Igen. gratulálok. Ugyan két képviselő ezt megtette, de azon kívül Igen. igazából senki nem jött oda egyszer sem hivatalosan, és nem mondta azt, hogy Hát, ha már ennyi elismerést kaptatok, akkor biztos van valami jó is abban, amit csináltok, és gratulálunk csak így tovább. Uh -huh. Tehát és ez egy kicsit szinten furcsa. is, tehát nem csak országos szinten. Érdekes módon itt helyben senkinek nem tűnt fel, hogy ez valami olyan dolog, ami, ami azért szexárdot magát is minősíti, mert mi azért akárhova elmegyünk, mi elviszük szexárd jó hírét. És szerintem ez uh -huh. nagyon fontos. És hogyha a városvezetés ezt nem teszi meg, de a város lakossága, a, a, a hétköznapi ember az azért, hogy oda megy hozzátok, vagy vannak, akiktől ö, megkapjátok azt a szót, hogy köszönöm. Vagy mert én ezt csak azért kérdezem, mert ö, ö, hát a, a, az emberek sokszor ö, bizony nagyon-nagyon gyorsan hozzászoknak a jóhoz idézőjelbe téve. Tehát, hogy ez van természetes, mint hogyha nektek ez lenne a dolgotok. Aztán tulajdonképpen nem ez a dolgotok, ugye, de de akkor már ugye ti vagytok, és akkor lehet mondani, hogy hát kérem itt ez a kutya, vagy ezt legyen szíves idehozni, oda tenni, idevinni, és akkor ugye el is felejtik, mm -hmm. hogy hát ö, hölgyeim, uraim, azért ez egy nagy-nagy szíves. Hát azok szokták elsősorban megköszönni, akik tehát közvetlenül kapcsolatba kerülnek velünk. Tehát rengeteg olyan ember van, aki tőlünk örökbe fogad, ha beválik a kutya, akkor ők küldenek újabb embereket, illetve még azok, azok, azok köszönik meg, tehát sokszor van, hogy odajön valaki, és nem tudja elképzelni, hogy ez milyen, hogy nézhet ki, akkor bevisszük, megmutatjuk, körbenéz, és azt mondja, hogy ő el sem tudta képzelni, hogy ez így működik. Tehát kell, hogy az emberek lássák, vagy, vagy megnézhessék, hogy hogyan működünk. Ami, ami még talán érdekes, hogy sokszor gondolják azt az emberek, hogy egyszer adnak, és akkor elők ők letudták ezt az egész dolgot. Tehát uh -huh. ez azért érdekes. Viszont vannak olyanok, akik rendszeresen, tehát rendszeresen támogatnak bennünket, rendszeresen adnak, hoznak egy egyszerű edényt, egy törölközőt. Tehát rengeteg olyan kis ember van, aki tényleg segít a maga módján. De nagyon sokan, sokszor úgy érzem, hogy azt mondja, hogy hát ő már segített, ő, ő akkor már. Mert ezzel le ezt az egészet. Uh -huh. Egyébként szombaton van nyílt napunk, amikor kilátogatnak hozzánk felnőttek gyerekeket egyaránt, és azért nagy öröm számunkra, hogy ilyenkor sok ember kijön. Nyilván sokan nem, tudnak a, a, tehát sokan nem tudják a szabad idejüket, a teljes szabad idejüket erre feláldozni, de többször kijönnek, élelmet hoznak, bármilyen adományt hoznak, tárgyi adományokat, vagy csak kilátogatnak, illetve a gyerekeknek ez még azt gondolom, hogy egy érdekes elfoglaltság, amikor a lakásban nem lehet állatot tartani, és jó időben nagyon sokan kijárnak a menhelyre, és akkor ott kielégítik az állatok iránti vágyat, és akkor otthon már, otthon már, már nem tart kutyát, vagy kint névlegesen örökbe fogad egyet, ez egy érdekes dolog. És ami még eszembe jutott, hogy valóban vannak, akik azt hiszik, hogy nekünk ez a kötelességünk. Na, különbséget kell tenni az államilag, államilag finanszírozott feladatok és az önként vállalt munka között. Egy állatmenhely fenntartása az önként vállalt munka, amiért mi és az alapítvány tagjai nem kapunk sem pénzt, sem egyéb díjazást. Csakis az állatmenhelyen, az állatmenhelyen dolgozó munkások kapnak nagyon kevés pénzt minimál bért. Ők fizetésért dolgoznak, de az alapítvány összes munkatársa ezt ingyen csinálja, és ilyenkor szokták azt mondani, hogy amikor dühösek, mert éppen nem úgy alakul a dolog, ahogy szeretnék, például valaki ki akarja dobni a kutyáját, és azonnal menjünk érte, és azonnal helyezzük el, és akkor, akkor mindig ez a szöveg, hogy majd akkor elmegyek a főnökéhez, meg panaszt teszek. Nekünk ez a dolgunk. Hát én azt gondolom, hogy annak van főnöke, akinek van fizetése. Ugye beszéltünk arról, hogy jó lenne egy kicsivel több odafigyelés rátok, egy kicsivel nagyobb megbecsültség, és remélem, hogy talán ennek a beszélgetésnek is lesz hatása. Ugye jó lenne, hogyha sokszor az emberek is természetesen felismernék ennek a jelentőségét mind a két oldalról, úgy általában véve és a ti munkátok kapcsán is. Végezetül kérdezem, hogy a jövőre nézve mi az, ami még fontos lenne? Hát mindenképpen vannak terveink. Természetesen szeretnénk azon a területen maradni, az állatmenhelyen, ahol most vagyunk, hiszen nagyon sok beruházást végeztünk el idáig is, és nagyon sokat fejlesztettünk, építettünk a lehetőségeinkhez mérten, tehát semmiképpen nem szeretnénk onnan elköltözni. Azon túl pedig egy nagy álom, hogy majd egyszer sikerül egy olyan pályázatot találni, vagy nyerni, aminek segítségével az egész város... Tehát a város kutyáit be tudnánk csipezni, ami, ami egy nagyon nagy dolog lenne, mert akkor, akkor tudnánk, hogy kinek a kutyája van az utcán, kinek a kutyája nincs beoltva, vagy kinek a kutyáját ütötték el. Tehát ez egy kicsit előre az állatvédelmet. És még egy nagyon fontos dolog van az ivartalanítás, ami számunkra szintén egy nagy feladat jó lenne, ha nem csak a menhelyen lévő kutyák kerülnének ivartalanításra, hanem minél több kutya a városban. Tehát, hogy ne szaporodjanak, minél kevesebb kutya kerüljön a menhelyre. Én ö, akkor lennék igazán boldog, hogyha mondjuk csak 20 vagy 30 kutya lenne a menhelyen. Mert hát akkor ez azt mutatná, hogy hogy fejlődünk előrébb jutott az ország is, meg a város is. Nekem még a, szoktam mondani, hogy ízőben nagy téves eszmém, hogy egyszer egy... Olyan menhelyet, egy teljesen új menhelyet építeni, mint, mint amilyeneket lehet látni, amik Angliában vannak, vagy Németországban. Tehát igazából én azt szeretném, hogy egy teljesen új, modern, nagyon szép menhelyet, de egyelőre mi mi azon vagyunk, hogy ezt, ami van, próbáljuk lakhatóbbá, szebbé tenni, mert azért vannak problémák, idől a kerítés, beázik a tetőnk, tehát azért ilyen napi problémáink vannak. Ezen, ezen azért mindenképpen javítani kellene, de én igazából egy teljesen új menhelyet szeretnék, azon a területen csak egy teljesen újat. Hát akkor mit kívánjak? Kevés kutyát, ha lehet. Sok támogatót és Igen. kitartást. És kevés kutyát. Hát akkor így legyen, és akkor én most így a város nevében egy nagy-nagy köszönömmel zárnám. Tényleg nagyon szépen köszönjük ezt a munkát, és én szívből gratulálok ehhez a díjhoz is, a többi mellé, de azt hiszem, hogy azért ennek van egy különleges jelentősége a többi között. Köszönöm, hogy itt voltatok, a nézőknek a figyelmet köszönöm meg, várom önöket legközelebb is viszontlátásra.